Sziasztok srácok, ez itt ismét a TFK, Csabi vagyok, és jelentkezünk a következő nektek rovatunkkal, melyben ismételten a megfizethető áru, mégis jó minőségű gamer, streamer eszközök vizeire elvezünk egy kicsit a Fifine jó voltából. Ugyanis érkezett a Fifine-től, amit nem vagyok benne biztos egyébként, hogy így hívnak, mármint, hogy oké, okay, hogy Fifine, de hogy ez most Fine 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 Fine, vagy Fifine, maradjon Fifine. Tehát a Fifine jó voltából az a 6 típusú mikrofon, egy ilyen bundle csomagban érkezett, ami a Boom most kivitel, mert van ebből egyébként ilyen asztali tripodos verzió. Na de nézzük, hogy mit rejt a doboz még, direkt azért nem bontottam ki megint, hiszen ugye Fifine terméket talán még csak egyetlen egyszer, pontosan egyetlen egyszer, néztünk meg és teszteltünk, úgyhogy legyen meg egy kicsit a unboxing feelingje is ezeknek a videóknak, legalábbis még itt az elején. Na, de nézzük, kapunk ugye egy mikrofont sok mántal, kapunk az egy popfiltert, van ugye egy boomarmunk, egy két és fél méteres USB kábelünk és egy asztalra rögzítő kis eszközünk. Nagyon fontos igen, hogy ez egy USB-s mikrofon, plug and play, hogyha minden igaz, itt is van plug and play, tehát ez a bedugod és működik, és ami a legfontosabb, hogy RGB világítással rendelkezik. Ezen felül van egy mute gombunk, hogyha minden igaz, tehát tudjuk mutolni a mikrofon. Hangerőt tudunk rajta szabályozni, hát az RGB az automatikusan fog itt nekünk villódzani, tehát nem tudjuk beállítani a szoftverrel, hanem van egy ilyen automatikus RGB effekt. Full and clear audio, amit ígér nekünk, hogy tiszta és érthető és nagyon szuper hangminőség és plug and play. Ugye ezt már Perzegettük az elején. Na, de nézzük a doboz tartalmát. Mit rejt az A6T ebben a bundleben, csomagban? Kapunk egy kis hát fizetecskét, ugye itt a kis fifine, cuki kis fifine mosolygós logóval. User Guide, erre valószínűleg nem lesz szükségünk, hiszen ez egy mondom plug and play eszköz. És akkor itt nagyon szépen, látjátok, szortírozva vannak a dolgok, szépen becsomagolva. Itt van a két és fél méteres kábelünk, szövetborítást nem kapott. Itt lesz mellette a kis popfilterünk. Amúgy ezen nagyon haloványan, hát majd talán a közelieken fog látszani, én pirossal ott van a fifi logó, a fekete részen. Itt van maga a mikrofonunk, ami nem nehéz, inkább könnyű. Ez egy teljes mértékben műanyag mikrofon, a sokmánt is egy ilyen műanyag, viszont nagyon feszes és merev gumikkal van odafogatva, ez, ez eddig tetszetős darab. Itt van az asztalra rögzítős kis egységünk, és akkor, ha minden igaz, nincs más hátra, mint előre, itt van maga a boomarmunk, ugye ez a, hát mondjuk az egy tipikus rugós elrendezés, rugós boomarm. Amit még meg akartam említeni egyébként, ugye ez most egy fekete szett, ami itt van nálunk, viszont fontos megemlíteni, hogy a mikrofon, illetve a hozzátartozó kengyel, sokmánt és maga a popfilter, ezek elérhetőek öt különböző színben, variációban. A Fifinit gondolt mondjuk a gamer csajokra, gamer lányokra is, hiszen van fehér, van ugye a fekete, van rózsaszín, kék, illetve piros, szóval ötféle szín közt tudtok válogatni, kényetek kedvetekre, de nagyon fontos mondom, hogy mondjuk ez a magára, a boománra nem, vonatkozik csak a mikrofonra, hozzátartozó sokmántra és a popfilterre. Jó, a felszerelés az nagyon, nagyon egyszerű. Először ugye az asztalra rögzítős részt kell felpattintanunk, majd bele tudjuk állítani a bumármunkat. És ugye itt van egy menet szűkítőnk ehhez az egészhez, hiszen különböző féle fajta menettel szerelt fejeket is rá lehet erre a bumármra szerelni. Bár ugye ez kimondottan ehhez a mikrofonhoz van, szóval itt igazából elég lenne az egyféleképpeni megoldás is de elvileg ez ennyi. És már is, már is áll a mikrofonunk nagyon szépen, és tudjuk előre, hátra, jobbra, balra. Ami még érdekes, ugye, hogy ezt a kis popfiltert, ezt ide szépen be tudjuk csúsztatni, van ennek egy nútja, és akkor, akkor szépen itt áll. És az USB kábelünk egyik fele, az ugye normál USB értelemszerűen, viszont ami belemegy a mikrofonba, az USB Type-C, ugye ez a két és fél méteres kábel, ezt már említettem, ezt csatlakoztatjuk ide, a másik felét azt csatlakoztatjuk jelen esetben egy laptopra. Oké. Okay. Ott is elől hátul világít, szóval elvileg ti is látjátok a kamerába, de majd a közelén biztosan fogjátok. Amit ugye említettem, hogy ez az RGB-s effekt, ez nem, nem változtatható, nem variálható, tehát alapból van neki ugye egy ilyen, szépen lassan beállított egyik színből átmenő ilyen véves effektje, amúgy nagyon jól néz ki, tényleg ilyen kis minimális, nem zavaróan világít, de éppen, éppen kellemes, éppen hát, hogyha nem találnád a mikrofont, akkor, akkor láthatod, hogy itt van előtted, mert világít, de ezt nem tudjátok ugye kikapcsolni. Az a t egyébként egy vese karakterisztikával ellátott kardioid típusú mikrofon, amiről azt érdemes tudni, hogy ugye így szemből érdemes beleveszélni, hiszen így ez az a rész, ahonnan rögzít, hogyha mondjuk a háta mögé megyek, akkor innen már kevésbé hallatszódik. Ez pont azért van, ugye, hogy ki zárja, minél jobban kiszűrje a háttérhangokat, de hogy Isten, hogyha mondjuk menet közben játszotok billentyűzeten, ugye a klaviatúrán gépeltek, akkor ezeket a hangokat nagyon jól ki tudja szűrni. Van ugye az alján egy potméter, ezen, hogyha minden igaz... Szóval, hogyha lecsavarom, nem halljátok, hogyha feljebb csavarom, akkor meg egyre hangosabban halljátok azt, amit mondok. Ennyi, és a tetején van egy kis ikonocska, ami a mútalásra hívja fel a figyelmet, viszont az nem gomb, tehát ezt meg kell így érintenem, így, és akkor már is nem a az 6 t ből halljátok a hangomat, hanem a kamerának a mikrofonjából, és ilyenkor eltűnik ugye az rgb és világítás is, ez jelzi azt, hogy gyakorlatilag inaktív a mikrofonunk, de ahogy megérintem, így akkor már is visszakapcsol a mikrofon, és már is hallhatjátok a hangomat ismételten az A6T-ből. Megmondom őszintén, nagyon örülök neki, hogy a gyártók észrevették azt, és hogy végre vannak ilyen gyártók, vannak ilyen termékek, akik próbálnak egy bizonyos minőséget képviselni, megfizethető ára, bizonyos jó minőséget teszem hozzá, én az a 6 t is teljes mértékben elégedett vagyok, a maga szintjében, a maga kategóriájában szerintem nagyon kellemes hangzás van, de hát majd a videó alapján eldöntitek ti, hogy ez így van vagy sem. Kis dizájnos megjelenés, egyszerű, de mégis nagyszerű, van egy ilyen boomármunk, ugye, amit oda tudunk állítani, ahova csak szeretnénk, közelebb, távolabb, egyébként tök jól ö, működik. Én alapvetően mindig félek és fázok ezektől a, a rugós ö, búmármoktól, de, de most ez valahogy, valahogy, sikerült úgy beállítanom, hogy, hogy még kellemes legyen. Egyébként a Fifine-nek vannak felsőbb kategóriás termékei, komolyabb termékei is, ez most ugye a belépőszintű mikrofonjuk egyike, amivel én teljes mértékben elégedett vagyok, és örülök neki, mondom, hogy, hogy tudunk nektek ilyeneket mutatni, hiszen ezek tök jó alternatívák lehetnek akár tudjátok, van ez a régi jackdugós kis hosszú nevét, nem mondjuk mikrofon, szóval ahhoz képest egy ilyen tényleg stúdió minőség. Srácok, ennyi lett volna ez a videó már, reméljük, hogy tetszett nektek, reméljük, hogy tudtunk valamit újat mutatni, és alternatívát azoknak, akik most szeretnének mondjuk, vagy akár streamelni, játszani, vagy csak Discordon a haverokkal jobb minőségben beszélni. Hogyha tetszett a videó, nyomjátok meg a like gombot, hogyha nem tettétek volna még meg, akkor iratkozzatok fel, és legközelebb is tartsatok velünk. Sziasztok! Ha tetszett, ha tetszett a videó, tetszett a videó iratkozz fel a csatornára. TFK. TFK.